Anuska, Madison és Red Sonja. Csak három fajta, amelyet bemutattak a gyulatanyai tanácskozáson. 35. alkalommal gyűlnek össze a termelők és az ágazat szereplői gyulatanyán, Augustinyi András meghívására. A csütörtöki rendezvényen Paracsi Endre, vármegyei közgyűlési alelnök azt mondta, ez az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Hiszen ez egy találkozási hely, egy találkozási pont, ahol a gazdálkodók, a szakmai szervezetek, a politika képviselői tudnak egymással találkozni, meg lehet vitatni azokat a pontokat, problémákat, amelyek felmerülnek, és a jó gyakorlatokat is meg lehet osztani egymással, és úgy gondolom, hogy ebben van nagyon komoly jelentőség ennek a gyulatanyai rendezvény sorozatnak. A telepen még zöldel a burgonya, itt a megfelelő szakértelem és az öntözés miatt jó termés várható. A vármegyében azonban, mint ahogy az országban is, jelentősen csökkent a termőterület, a Nemzeti Agrárkamara vármegyei elnöke szerint. 740 hektáron van a megyeibe burgonya. Ha visszagondolok arra, hogy a 90-es években Balkányban az Állami Gazdasági és a Termelő Szövetkezet működése idején több mint 1000 hektár volt azon az egy településen, és akkor Bakta Lóránt háza, Kisvárda, Timár, Gávencselő környékén ugyanilyen területeket foglaltak el, akkor azt gondolom, hogy aggódásra ad okot, főleg egy olyan, ami a megyére jellemző, és ezek a talajviszonyok meg is feleltek ennek a termesztéseihez. Most beszélgettünk már az előbbiekben is róla, hogy megváltozott a klíma, és alkalmazkodni kell nyilván ehhez. A termőterületünk megvan, az adottság megvannak, az öntözési lehetőséget kell megteremteni ahhoz, hogy a burgonya visszatérjen oda. A rendezvényen Jakab István, a MAGOSZ elnöke arról beszélt, hogy a tudás, a technológia megvan ahhoz, hogy a jelenleginél jobb termés átlagokat érjenek el a gazdák. A világ legkorszerűbb technológiai rendszereit Magyarországon megtaláljuk. Kérdés az, hogy kik és milyen mértékben alkalmazzák. Az a tudás, ami ma a precíziós gazdálkodás, a digitális rendszerek alkalmazása az agrártermelésben, az a tudás rendelkezésünkre áll. Bármilyen szinten, Európában szinte elsőként indítottunk precíziós szakmérnöki képzést Magyarországon. Tehát úgy érzem, hogy ezzel gond jelentős mértékben nincs. Az eseményen csak nem 100 termelő és ágazati szereplő vett részt. Nagy István agrárminiszter bejelentette, változtatni akar a magyar burgonya jelenlegi helyzetén. Tisztázzuk ki a viszonyokat, aztán vegyünk egy nagy levegőt, és jelentsük ki, hogy 2030-ig Magyarország önállátóvá válik burgonya termesztés terén. A tárcavezető azt mondta, a kormány uniós és hazai forrásból minden lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a termelők a szükséges eszközöket megvásárolhassák. Arra is van lehetőség, hogy a feldolgozóipart fejlesszék. Biztosítanunk kell hozzá az öntözési infrastruktúrát, a termelő, válogató, feldolgozó kapacitásokat, és az a szerencse, hogy az Agrárminisztérium hatáskörére tartozik most már a feldolgozóipar is, az élelmiszeripar is, tehát egy eredményes, versenyképes alapanyagtermelésre tudunk hűtőházi pályázatokat, tudunk feldolgozó pályázatokat, és tudunk az élelmiszeripart is támogatni, hiszen alapul kell vennünk, hogy megváltozott a fogyasztói szokás. Ma már nem az van, hogy egyszerre megveszünk egy éves szükségletet, hanem leugrunk és veszünk kettő darabot, de nem is akarjuk meghámozni már, hanem az legyen főhasogatva, a konyha készen. Na, itt volt lemaradva a magyar élelmiszeripar, ezt kell bepótolnunk. És az a jó hírem van, hogy ehhez a források biztosítottak, és megvan a gazdai akarat is, tehát minden összeáll ahhoz, hogy 2030-ra ezt a nemes célt meg tudjuk valósítani. Nagy István kitért arra is, hogy a 2027-ig tartó uniós költségvetési ciklus forrásaihoz Magyarország soha nem látott mértékű 80%-os nemzeti kiegészítő finanszírozást biztosít. Ennek köszönhetően a közös agrárpolitika átmeneti éveinek mondott 2021-ben és 2022-ben nagyszabású beruházási programot indított a kormány, amely keretében 1500 milliárd forint forráskerete hirdetett meg új pályázati felhívásokat, többek között a burgonyatermesztők számára is.